kapok levegőt, szó se jutok, majdnem fél tíz, és mindenki itt van, ilyen nincs is. Szokásos eligazítást megtartom, üdvözlök mindenkit. Azon ritka túrák egyikén, de reménykedhetünk, ahol nem motorozni kell, hanem majd vitorlázni. Többet, mert azért máskor is szoktunk, de most minden esélyünk megvan. Odafele, de a kellemes gyenge szélbe, aztán majd egy kicsit erősebben jövünk haza a hétvégén. Erre lehet készülni. Répülöp a cél az első nap. Péter, üljél át a másik oldalra! Nem jó! Ne kelljen nekem a te 100 kilódat még kiegyensúlyozni! Péter! Azért, mert verseny van! Na gyerünk! Erre az oldalra akkor ki lehet ülni, gyerünk! Nem is tudom, mi az a vitorlázás, átülök oda, ahol nem tudod, nem? De ki az, aki oda beülne? Soon turned down, had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust lost on behind. Gyerünk! Tegnapi nappal kapcsolatban valakinek valami kérdése, megbeszélni valója esetleg, amit se lehet segíteni. Senki, akkor én egy pár szót. Ugye mindenki bejut a hajóba, egy kicsit rutintalan, kicsit éveleje van. Amit
tanácsként, ugye rögtön az indulás után, tehát kijövünk, vitorlát húzunk. A vitorlának egyik legnagyobb ártalom, ha használják, ezt nem tudjuk elkerülni, tehát ezt ebben megvértélünk. Viszont a másikkal lobogtatjuk. Tehát mikor kijövünk, akkor megpróbálunk olyan sorrendbe felszerelni vitorlákat, hogy minél kevesebbet lobogtassuk. Tehát mondjuk elindulunk motorral, lassan felhúzzuk a nagy vitorlát, utána rögtön már úgy lefordítjuk a hajót, hogy ez megteljen széllel, szépen lassan még közben szerelgethetünk, akár kicsit mehet a motor is, tehát ne csattogjon, ne lobogjon, nagy vitorlát üzembe helyezzük, elindulunk, és aztán majd, ahogy lesz időnk, mindent összepakoltunk, kitekerjük a fokot és elindulunk a fokkal. Hát minél kevesebbet csattogtassuk, az meg végképp rossz sorrend, hogy kitekerem a fokot és utána órákig szerelem a nagy vitorlát. Tehát ne lobogtassunk, mert az a legnagyobb, a varrások, pillanatokat szétszakad a vitorla a sok lobogtatástól. Tehát az neki a legnagyobb ártalom a használat után. A másik ugye, hogy ha már fordítva sikerült, tehát megyünk egy fokkal, mert fokkal indultunk, akkor semmit más nem kell csinálni, mert egy picit élesedsz, mész ilyen félszél, negyedszélbe a fokkal, kiengeded a bumot és fölhúzod a nagy vitorlát. Nem a hajónak kell szélbe állnia, mert az úgyis lefordítja a szél és ezer bajod lesz, hanem a bumnak kell szélbe állnia, hogy a vitorla lobogjon, hogy a nullba szépen könnyedén fölmenjen. Tehát a vitorlát engedd ki, tehát a nagy vitorla felhúzás az eleve azzal kezdődik, kiengedem a grossottot, hogy a szabadon tudjon lobogni, a dirk még magasan van, ne verjen fejbe, fölhúzom, megfeszegetem, leengedem a dirket, már be is húzhatom. Tehát nem kell szélbe állni. Az egy rossz iskolai gyakorlat, hogy szélbe állva. Persze, ha így szélcsendes időben megyek motorral, akkor majdnem szélben állva húzom föl, de rögtön meg lejtek, hogy ne lobogjon. Ha meg már megyek fokkal, akkor jól kiengedem a bumot, a reffelésre is ugyanez igaz. Tehát ha valaki menet közben reffelít, most erről nem volt szó, de ugyanide kapcsolódik, hogy egy jól behúzott fokkal megyek, a hajónak van egy fix tartása, dől, kiszámítható a mozgása, mert ha szélbe állsz, akkor az össze-vissza billeg, hol erre fordul, nem tudsz semmit csinálni, mert ide lök le, oda lök le. Mész a fokkal, és szépen kiengeded a nagy vitorlát, és a reffelés meg tudod csinálni, közben a hajó állandóan egy szög alatt, ugye reffelni mikor fogunk, mikor erős a szél, és akkor a hajó azon a szögön szépen ott döcög, és akkor hozzá tudok állni, anélkül, hogy állandóan pozíciót kéne váltanom. Tehát a nagy vitorlát engedem ki, hagyom lobogni, és meg tudom csinálni a reffet is, ha ilyenre el szeretnénk jutni a keszthelyi öbölbe, és ha minden úgy alakul, ahogy mi nagyon ideális, és ha tervezzük, akkor följutnánk keszthelyi Bahart kikötőbe, ott kávézunk egyet valamikor kora délután, és onnan vissza fogunk jönni Szigligetre, ott éjszakázunk. A Balázs vállalkozott, hogy akkor ma a hölgyeknek segít, és akkor az ő hajójukon meg akkor beszéljük. Balázs, jöjjön! Nem azt mondta, hogy helyettetek csinálja, hanem azt mondta, átmegy dirigálni. Azt szeret. Thank you.
Onedin család élőben. Nem ott a filmek.